koronavírus járvány lecsengésével újra kinyitották kapuikat a rendőrök, katonák, mentők és tűzoltók. A látogatók így 2 év után újra bepillanthattak a hatóságok munkájába. Tartsanak velünk! Páncélozott harci járművekbe ülhettek, mesterlövészpuskát és gránátvetőt foghattak a kezükbe, de még lőhettek is a látogatók az 5. Bocskai István lövészdandár hódmezővásárhelyi nyílt napján. A rendezvény, amivel a honvédség, a katonaság és a lakosság kapcsolatát szeretné építeni, több ezres tömeget vonzott. Gyerekek a harckocsi tetején és a mesterlövész puska célkeresztje mögött. Kinyitotta kapuit a lakosság előtt csütörtökön a hódmezővásárhelyi laktanya. Az eseményre 1 óra alatt 2000-en voltak kíváncsiak. Olyanok is, akik nosztalgiából tértek vissza a honvédséghez. Nem sokáig voltam katona, 36 évig csak. Ott begyüttünk már, itt is voltam vagy 20 évet, és mondom, megnézzük már, mi változott. Kollégákkal is, akik voltak kollégák, azokkal beszélgettünk, csak ők is ugye elmentek ide, oda, amúgy azt. Jó. Milyen volt 36 évig katonának lenni? Hát olyan, mint buszsofőrnek. Hát, csinálni körött, ennyi. Annyi gyűjt ki végig, 36 gyűjt ki. Elvoltunk. Hát nem csak itt voltam mi, hanem más helyőrségekben is. Itt végeztük be, hogy így mondjam. A legtöbben azonban először foghattak a kezükbe gránátvetőt, vagy ülhettek be egy-egy páncélozott járművezető ülésébe. Nagyon jó, még ilyenben még nem ültem, de nagyon kényelmes. Hát egy picit még nehéz kormányozni, de nagyon jó igazából. Nem számítottam ilyenre, mert egy picit bonyolult a gombok, meg ilyenek. A személyes szál is a honvédséghez fűzte a látogatók egy részét. Nekem apukám mit szolgált vásárhelyen katonaként, és én őt szeretném követni ebben a katonasággal. Már a rendőrség terror elhárítási gyakorlata. Kiképzett kutyákkal támogatva mutatták be a fegyveres szervezetek, hogyan tudnak támadókat semlegesíteni. Az éles lőszer helyett festékgolyókkal tart célra ez a fiú. A helyőrség lőterén profi kiképzők is segítették a látogatókat, hogy első lövéseik pontosak legyenek. Azt a kis tüskét belehelyezték ebbe a kis nökbe, elvágólag, akkor pontos a fegyver. Az 5. Bocskai István lövészdandár ezredese televíziónknak elmondta, hogy a rendezvénnyel a lakosság felé szeretnének nyitni, és a toborzás is kiemelt céljuk. A dandár életében is kiemelt jelentőséggel bír a mai napon, hiszen az elmúlt 2 évben a világjárvány miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy hasonló jellegű rendezvényt lebonyolítsunk. Igazából a célja az a lakosság felé történő nyitás, nem titkolt célja az, hogy olyan programokat mutassunk be az érdeklődők számára, amik vonzóvá tehetik a katonai pályát is a fiatalok számára. Ennek érdekében a Szegedi Toborzóiroda egy toborzó ponttal jelen is van a rendezvényen. Katonai oldalról bemutatjuk azokat a képességeket, technikai eszközöket, fegyvereket, amikkel itt mi hódmezővásárhelyen rendelkezünk. Lehetőség nyílik légpuskalövészetre, a gyermekek részére, illetve egy gyermekakadálypályát rendeztünk be a fiatalabb korosztály részére. A katonai jelenléten kívül mind a katasztrófa védelem, mind a rendőrség, tehát a társszervek jelen vannak a rendezvényen. A világban, illetve a közvetlen környezetünkben zajló események azért megmutatták, hogy a honvédelem igenis egy fontos ügy. Tehát ezt nem csak a katonák, hanem ez az ország ügye kell, hogy legyen.
éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő kapcsolatot tudjunk tartani a lakossággal, és olyan programokat tudjunk szervezni az érdeklődők számára, amik mozzóvá tehetik a katonai pályát. Így egy ügyességi pályán fegyverrel a kézben is kipróbálhatták magukat a látogatók, de megnézhették a rendőrség bombakereső kutya bemutatóját és a katonák alaki bemutatóját is. Katonák, rendőrök és mentők munkáját testközelből láthatták azok, akik kilátogattak a kéklámpások napjára Hódmezővásárhelyen. Egy sátorban lakástüzet szimuláltak, de egy komoly közlekedési baleset mentési munkálatait is karnyújtásnyi távolságból nézhették végig az érdeklődők. Motoros mentő érkezik a baleseti szimulációhoz. Az Országos Mentőszolgálat és a Katasztrófa Védelem munkatársai tartottak bemutatót Hódmezővásárhelyen. Két kocsi ütközött össze a történet szerint, mindkettő sofőrje súlyosan megsérült. Tóth Mihály vezető mentőtiszt elmondta, hogy ha a civil lakosság megkezdi az ellátást a mentők helyszínre érkezése előtt, akkor duplájára növelhető a sérült túlélési esélye. Nagyon fontos, hogy a társadalom megismerkedjen a szolgálatunk tevékenységével. Én azt gondolom, hogy jelenleg, amikor az újraélesztés, az elsősegély nyújtás fontosságát naponta hangsúlyozzuk, különösen nagy jelentősége van az ilyen bemutatóknak. A bemutatók kapcsán nem csak közelebb kerülünk a lakossághoz, hanem megismerik a munkáknak a titkait, részleteit. Nagyon régóta hangsúlyt fektetünk arra, hogy a segélyhíváskor a kiérkező mentőegység megjelenése, helyszínen történő megjelenése előtt a laikusok tudják, hogy mit kell csinálni. Néha az ember további, a bajba jutott ember további életét, egészség, élet minőségét befolyásolja az, hogy a mentők helyszínre érkezéséig történik-e beavatkozás, egy újraélesztésnél például egy mellkas kompresszió. Statisztikai számok igazolják azt, hogy ezekben az esetekben, amikor a diszpécser telefonon keresztül adott instrukcióján köszönhetően az ott levő laikus elkezdi a mellkas kompressziót, ezekben az esetekben megduplázódik a sikeres újraélesztéseknek a száma, ami a mentőszolgálat által történik. Feszítővágóval szabadítják ki a sofőrt az autóból. Úgy bontották szét a kocsit a tűzoltók, mint egy konzerves dobozt. Közben a mentők már a sérültek stabilizálásán dolgoztak, ebben a helyszínre érkező motoros mentő is részt vett. Igazából akár mindenhez mehetünk, gyerekhez, felnőtthöz, könnyű sérüléshez és súlyoshoz is. Igazából ezt sűrű forgalmú területeken használjuk, nagyobb városokba, illetve üdülővezetekbe. Legfőképpen mi szolgálatot önkéntesen a Balatonparton teljesítünk, ott a Veszprém megyei irányítás szokott minket használni. Tényleg mindenhez, töréshez, rosszul léthez, bármihez megyünk. Ugyanúgy, mint a mentőszolgálatnál, BLS és ALS motor van. Kettő motor teljesít szolgálatot egész nyáron a Balatonparton. Az ALS motoron mentőtisztek vonulnak, a BLS motorokon pedig mentőápolók. A BLS motor ugye egy alapellátást tud biztosítani, a mentőtiszt vagy mentőorvossal vonuló ALS motorjaink pedig bármilyen ellátást tudnak stabilizálni, illetve bármilyen ellátást meg tudunk csinálni. Eset súlyosságától függően vagy az ALS vagy a BLS motort riasztják. Általában párhuzamos a riasztás a mentőautókkal, nyilván mi gyorsabban, könnyebben mozgunk, gyorsabban kiérünk a helyszínre, megkezdjük az ellátást, a stabilizálást, majd amikor megérkezik a mentőautó, akkor a mentőautónak átadva ők szállítják a sérültet vagy a rosszul levő embert kórházba. Körbeállták a helyszínt a vásárhelyiek. Mindenki lélegzett visszafojtva figyelte a mentők és tűzoltók munkáját. Egy pillanatra elfelejthették, hogy egy gyakorlatot látnak.
nagyon életszerű, és ezt mindenkinek látnia kellene, úgy gondolom. Ilyenkor, nem sajnos akkor, amikor élesbe tapasztalja a saját bőrén. Kicsiknek miért fontos, hogy már most így közelről megtapasztalják egy ilyen szituációt szerinted? Igazából reméljük, hogy nem fog velük sem történni semmilyen jellegű, de azért hát, ha majd tanulnak ebből, hogy hogy közlekedjenek, vagy esetleg embertársainkon hogy tudjanak segíteni. A sérült ellátás folyamatát egy mentőtiszt kommentálta, így átláthatóvá vált a szakemberek feszített és precíz munkája. Később pedig bárki kipróbálhatta az újraélesztést, és beülhettek a mentőautóba is. Még a rendőrautóba is beülhettek a gyerekek a rendőrkapitányság nyílt napján. Emellett felpróbálhatták a golyóálló mellényt, új lenyomatot vettek tőlük a nyomozók, és még a fegyverekről is tanulhattak. Ez egy ilyen betét, amely komolyabb lövedékeket is megfog, így az embernek a túlélési képessége nagyobb ebbe a mellénybe, mint hogyha csak egy ing vagy póló lenne rajta. Egy golyóálló mellényt mutat Vas István alezredes. Csak nem 800 iskolás fiatal tekinthetett be pénteken a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkájába. Többek között a legmodernebb felszereléseikkel ismerkedhettek meg. Sajnos 2 évig nem volt a járványhelyzet miatt, most lehetőségünk nyílt rá, és nagyon nagy volt az érdeklődés egyébként. A szerepe maga az, hogy nyilván közelebb hozzuk a gyerekeket a mi munkánkhoz, emberibb legyen a rendőr számukra, megismerjék a munkánkat, merjenek segítséget kérni. Itt az udvaron rögtön a rendőrségi felszereléseket mutatják be a kollégák, ezeket ki lehet próbálni, meg lehet nézni, a rendőrautóba beülhetnek a gyerekek, ez nagyon népszerű szokott lenni, mindig fényképezkednek közben. Aztán a folyosón van a bűnügyi technikusi munkával való betekintés, itt új nyomatolják a gyerekeket, amit megtarthatnak emlékbe. Van kresztábla ismertetés, ragaszgatás, ez a kisebbeknek főleg érdekes, színező, rendőrségi színező, és a részegszemüveg, ami a legnépszerűbb szokott lenni az egész nap folyamán. A rendőrség épületében is különleges programok várták a gyerekeket, például a gyanúsítottakhoz hasonlóan új lenyomatot vettek tőlük a kapitányság nyomozói. Én azt gondolom, hogy diákokként nem tudnak bejönni a rendőrség épületébe. Most ez a nyílt nap lehetőséget ad nekik arra, hogy a rendőri munkába betekintést nyerjenek. Az előbb részt vettünk új lenyomat készítésen, hogyan történik ez, és milyen technikákat alkalmaznak a nyomozók arra, hogy egy-egy bűnözőt elkapjanak. Egy az alkoholos befolyásoltságot szimuláló szemüveget is kipróbálhattak a látogatók, amit viselve a legegyszerűbb feladatokkal is meggyűlt a fiatalok baja. Sok minden érdekesség van, meg jó lehet szórakozni. Hát ez a részeges szemüvegeset várjuk. Rendőrség napján még egy használatban lévő szolgálati autóba is beülhettek a gyerekek, beleképzelhették magukat az egyenruhások és a bűnözők helyzetébe is. Még nem ültem új rendőrautóba. Furcsa volt, mert nagyon sok a gomb, egy normális autón így van ilyen 20-30 gomb összesen, itt meg van vagy 50. Meg ahogy látom, nem is a normális az a váltó, hanem 7-es összesen. A szervezők abban bíznak, hogy a nyílt nappal közelebb hozták munkájukat a fiatalokhoz, akik rájöhettek arra is, hogy nem kell félniük a rendőrségtől, sőt, bátran fordulhatnak hozzájuk, ha bajban vannak. Kinyitották kapuikat az ország tűzoltó laktanyái. Hódmezővásárhelyen is betekinthettek az érdeklődők a hivatásosok munkájába. Felpróbálhatták a munkafelszerelésüket, de még a tűzoltó autók volánya mögé is beülhettek. Kinyitották kapuikat az ország tűzoltó laktanyái. Hódmezővásárhelyen is betekinthettek az érdeklődők a lánglovagok munkájába. A nyitott szertár elnevezésű rendezvényen a látogatók felpróbálhatták a hivatásosok munkafelszerelését, de még a tűzoltóautók volánya mögé is beülhettek. Mi szeretné lenni, hogyha nagy leszel? Tűzoltó. Csiki Bence nem volt egyedül ezzel az elképzelésével vasárnap a Hódmezővásárhelyi tűzoltó laktanyában.
Csongárcsanád megyében 3000-en tekintettek be a katasztrófavédők munkájába, a vásárhelyi laktanyát is több mint 500-an látogatták meg. Tűzoltó szemet szoktuk nézni oviba, vagy ilyesmi, és akkor, hogy élőben mégis milyen egy ilyen tűzoltóautó, meg tűzoltóállomás. Rögtön a vezetőülésbe akartak ülni, és hogy akkor nézzük végig az egészet. Jeszenka István is 2 gyermekével érkezett a tűzoltók nyílt napjára. A kisfiam, aki ott, bocsánat, ott van az anyukájánál, ő nagyon szereti a tűzoltóautókat, és kíváncsi volt rá. És a kislány az ő még csak ilyen ismerkedik vele, vagy hogy mondjam. Ő még csak beszáll, kiszáll, ő még nem tudja. És szerinted hasznosak az ilyen napok kicsit? Igen, igen, szerintem igen, kell ennek a gyerekeknek nagyon, hogy megismerjék. A pandémia miatt 2 nem tudta megszervezni a katasztrófavédelmi igazgatóság, így vasárnap, hosszú idő után először ülhettek a gyerekek a tűzoltóautók volánja mögé, majd próbálhatták fel a hivatásosok hőálló ruháját. Azt érzem, hogy nagyon nehéz, meg nagyon meleg a ruha. Bence azt is kipróbálhatta, hogy milyen lenne, ha egy bevetésen kellene ebben a ruhában helytállnia, ezért futott egy kört a laktanyában. Hogyha ez lecsökken egészen 50 bárig, na onnan kezdhetsz izgulni, mert akkor már kevés a levegőd. A szakember a tűzoltók légzésvédő maszkjáról és oxigénpalackjáról beszélt, mert azt is felvehették a látogatók. Sokkal könnyebben lehet benne levegőt kapni szerintem, mint gondoltam, hogy milyen lesz benne. Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője elmondta, a rendezvény célja az, hogy közelebb hozzák a tűzoltók munkáját a civilekhez, és a gyerekek is betekinthessenek az izgalmas hivatás kulisszái mögé. A legfontosabb az az, hogy megismerhessék a gyermekek a tűzoltókat közelről, hiszen nagyon tudjuk, hogy sok gyermek rajong a tűzoltókért. Volt olyan gyermek, aki a családjával együtt már a nyitáskor délelőtt 10 órakor ott volt, és 4 óráig délután, 4 óráig nem is engedte a szüleinek, hogy hazavigyék őt, hogy tele vagyunk ilyenkor kis rajongókkal. Gyermeknap alkalmából délután 4-ig tele volt a vásárhelyi tűzoltóság. Több 100 család volt kíváncsi a lánglovagok munkájára és felszerelésére. Kedves nézőink, most ennyi fért a Vásárhelyi magazinba. Egy hét múlva tartsanak ismét velünk, addig pedig megtalálják korábbi adásainkat a Vásárhelyi Televízió YouTube csatornáján. Viszontlátásra!